Nos, hát akkor sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Hát először is most itt vagyunk ugye 0 PvP barátommal, szia 0. Hello, hello, hello. Na, hát így most egy picit gyarapítottunk a dolgokon. Itt vagyunk, nagyon-nagyon szépen köszönöm srácok, itt vagyunk most 12 óra 7 perc van most, és fönt vagyunk 80-an, 90-en. Na most ami történt, mert sokan kérdeztétek, hogy mi van most a Skyblock-kal, meg hogy van a hopperezés. Na hát akkor hopperezés, srácok. A hopperezés az úgy van, hogy manuális hopperek vannak, mármint úgy, mint annó. Tehát régi, sima MC, úgy vannak a hopperek. De hát kicsit gyorsabb, mint az eddigi hopper. És a lagot is fixáltatott, tehát maximum lemel 15-14 TPS-e, de fönnébb nem. És ez azért is azért megy le, mert nagyon sok most már a spawner, sok az item. Szóval ennyire tudtam így lefixálni a dolgot. De a hopperek azok kurva gyorsak. Tehát nagyon gyorsak. Szóval igen. Ennyi igazából az én részemről a úgymond az update féleség. Tehát ennyi ez a, amit így most szerettem volna felétek továbbítani. Null PvP barátommal itten filózgatunk, hogy legyen. Mert a kitmapon kicsit megcsapant a játékos szám. Hát nem, nem is az, hogy láthatóan megcsapant, nem? Hát igen, a keményebb szabályokat. Tehát mi arra gyanakszunk a nullal, hogy szerintem, vagy szerintünk, kicsit ez a 0,5 DTR ez sok. És jó lenne, tehát ugye meghal valaki és 0,5 DTR-t visz le, még egyszer meghal, akkor már raidable, tehát ugye? Jól mondom? Ja. Tehát akkor már raidable. És azon gondolkodunk, hogy lenné fogjuk venni egy 0,3-ra, és esetleg a DTR újratöltődés, az 7 perc, 10 perc helyett. És de örülnék, hogyha esetleg komment szekcióba, vagy akár live formájába jeleznétek felénk, hogy melyik lenne a jobb. Meg akár adhattok új ötleteket is, vagy akár visszahozhatjuk a régit, csak ez most azon múlik, hogy fogtuk-e rajta játszani, mert van az most van az a réteg, aki azért van itt, mert sokkal szigorúbb az egész, és raidből, stb. Tehát itt most raidbe tenni, stb. Látjátok a cseten is. De meg van az a réteg, aki meg azért volt itt, mert gyakorolni akart, meg PvP-ért volt fönn, nem? Null. Szóval nem tudom, hogy legyen ez az egész cucc. Az a baj, hogy sokan hamar feladják, mert például vannak olyan playerek, 5-6 player, akik állandóan reklámban vannak. Már mi is háromszor raidebőbe tettük őket. Csinálnak új klát, elmennek levédeni, és építenek egy új base-t. Így szóval van, hát csak annyi, hogy nem sok ilyen ember van. Tehát, hogy nagy része feladja. Nagy része, akit elsőnek raidebőbe tettek, az elép a gecibe. Sajnálatos hát, módon. Sajnos. Szóval ezzel nem tudunk mit csinálni, ugye ennyit tudunk, hogy jó lenne, hogyha erre visszajeleznétek. Mert ugye ez nem egy hosszú videó, de szeretném, hogy mégis ez egy lényegre törő legyen, és tudja mindenki, hogy mi is a célunk. Szóval igen, srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a mai videóban, akkor komment szekcióba légy szíves, mindenki kommenteljen, és mondjátok el, hogy most akkor mi van, mert kíváncsi lennék erre. Hogy akkor hogy legyen, tegyük el 0,3-ra vagy sem. És menjetek fel a Skyblock szeróra játszani, mert most eléggé tele van. Na, csak sikerül beütni a gélistet, igen, 49 annak tűnik most is, szóval ja. Na, köszi szépen 0 a szereplést. Szívesen. Sziasztok srácok. Bye bye.